Szevasztok! Az 1987-es év minőségi filmes felhozatallal kényeztetett el bennünket, olyan kiváló darabok készültek ebben az évben, mint az Acéllövedék, a Halálos Fegyver, a Tőzsdecápák, a Dirty Dancing, a Predator, az, aki legyőzte Al Capone-t, vagy éppen a Barbár fivérek. Nem, ez egy kalapfos. Viszont szintén ebben az évben született meg a Robot Zsaru is, amelynek elévülhetetlen érdemeiről, korszakalkotó jellegéről, és bizony ordas melléfogásairól is szót fogok most ejteni. Hé, a gyengeségekről ne nagyon legyen szó, kisköcsög. Élve vagy holtan, de el fogom mondani, amit akarok. Próbálj csak meg, és kicsinálunk. Igen, hiába vagy jó fej, és nagyon izmos. A Robot Zsaru forgatókönyvét egyértelműen a Terminátor sikerén felbuzdulva rántotta magához az Orion Pictures, és találtak is hozzá egy olyan elvetemült rendezőt, mint Paul Verhoeven. Hirtelen nem is tudom, hogy mondjam. Kim Basinger. Na. Van der Berger Führer Birger, szóval a holland rendezőt, aki sajátságos szemüvegén át igen egyedi képet festett az amerikai kapitalizmus fertőjében bűzölgő társadalomról. De mielőtt elkezdeném az okoskodást arról, hogy miért is több ez a film, mint egy véres, robotos elmebaj, lássunk egy spoileres összefoglalót, szokás szerint. A főszereplő rendőr kora reggel még pizsamában érkezik új körzetébe, ahol a gender kurzus már sikerre vitte az újra koedukált öltözők tervét. A zenekedvelő gonosz multivállalat nagy gyűlést tart a toronyházban. Barátaim! Bogomil hadnagy bemutatja a reszkető struc robot prototípusát, aki új szintre emeli majd a konfliktus kezelést a rendfenntartásban. Dick? Teljesen el vagyok keseredve. Uram, sikeres volt a kísérlet. Murphyék bekefíreznek a lakihegyi adótoronynál, majd üldözőbe vesznek egy bűnbandát, akiket akut bankjegy grillezéssel gyanúsítanak. Hogy az autós üldözés minél nagyobb kihívás legyen, a zsaruk szándékosan jobbról kerülik a barkaszt, hogy az anyósan ülő Murphynek madárfogással tartott pisztolyokkal saját autójukon is keresztül kelljen lőnie. A gonoszok lövedékei viszont eltűnnek a szélvédőről. Mivel folyton hátrafelé fut, Murphy nem látja a veszélyt, az ifjú Leland Palmerék cafatokra is lövik a salgótarjáni acélgyár romjai között. A létrázható nejlon alá rejtett Robot Zsaru formájában visszatérő Murphy naphosszat egy kerti budin ül a sok bébi ételtől, és csak minden második ravasz húzásra sül el a fegyvere. A szolgálatba lépő robot Murphy elhajítja, faszonlövi és gipszkartonba húzza a bűnözőket, a csúnya multicég megmondó embere pedig felelőtlen választási ígérgetésekbe kezd. Terveink szerint a városban 40 napon belül felszámoljuk a bűnözést. Ez felelősségre vonásának legfontosabb intézkedéseit az első 3 nap meg kell lépnünk. Azonnal elzárjuk a fideszes pénzcsapokat, uniós pályázatokat, azonnal felfüggesztjük. A 14 darab monitornak gondosan háttal ülő technikai tím nem veszi észre, hogy Murphynek székrekedése van, el is indul a gyógyszertárba kúpot venni. Romano doktor igazi vészhelyzetbe kerül, Murphy pedig feltalálja a pendrive-ot és nyomára bukkan a bűnbandának. Fel is keresi őket a helyi malomban, és a nagy rombolásban az üvegtáblák annyira megijednek, hogy már jóval a becsapódás előtt gondosan összetörnek. A Robot Zsaru kérdőre akarja vonni Cohagent, de lumbágót kap az irodában, és még a stop motion gépet is ráküldik, aki lehenger bucskázik a lépcsőn és pocok módjára visongani kezd. A sérült Robot Zsaru mind a 200 kilóját Louise nyalábolja fel, és elviszi egy régi gyárba, ahol kiderül, hogy Murphy arca egy krumpli laska. A csúfak meglátogatják őket a búvóhelyen, de az egyikük túl sokat ült a fürdőkádban, úgyhogy el is basszák a kocsival, mielőtt túl sok bajt okozna. A csata a Zsóri fürdőben ér véget, ahol az ellenfelek kölcsönösen agyonzúrják egymást. A főgonosz kiesik a pixisbőr, örülnek is az alkalmazottak, Murphy pedig nem is lehetne boldogabb. A film nyilvánvaló erősségei közé tartozik a véres, brutális akciósztoriba ágyazott társadalom kritika. A városvezetésben is befolyást szerző nagyvállalatok kritikája egyértelműen központi témaként jelenik meg,
de az elaljasuló média valóságra alig reflektáló, két háborús öldöklés közé cukiskodást erőltető hírműsorairól is szatirikus képet fest. Az önmaguk nagyszerűségétől megmámorosodó, kárörvendéstől, törtetéstől bűzlő menedzsereket sem a nyomor, sem a halál nem tudja kizökkenteni a kapitalistáskodó működésből, a hírműsorok közé szúrt elmebajos reklámokat meg mintha csak a mai kereskedelmi csatornák tűznék úgynevezett műsorukra. A brutálisan meggyilkolt Murphy tárgyként, a vállalat tulajdonaként kezeli az OCP, a megkérdezése nélkül csinálnak belőle kiborgot, aki ráadásul a vállalat vezetőivel szemben programja szerint nem is intézkedhet. Arról már nem is beszélve, hogy már eleve azért vezénylik veszélyes körzetbe, hogy lehetőleg szolgálatvégzés közben kimúljon. Vannak ugyanakkor az erős alapsztori mellett komoly gyenge pontok is, mind a forgatókönyvben, mind a kivitelezésben. Nem megmondtam, hogy erről kussolj? Bekaphatjátok, buzeránsok! Vigyázz a szádra, kis köcsög! Utolsó figyelmeztetés volt. Kiaknázatlan, méltatlanul gyenge mellékszálnak tartom a robot Murphy korábbi életéből megmaradt emlékek, a személyiség maradványainak géptestben való túlélésének témáját. Néhány pillanatra tér csak ki a film erre, de sem a Murphy öntudatának, önmagára való reflektálásának kérdését, sem a környezetével való lehetséges vagy éppen lehetetlen együttműködés problematikáját nem fejti ki, holott ebben igen nagy potenciál, komoly mélységek rejlenének véleményem szerint. A globális szinten igen jól eltalált atmoszférához és látványvilághoz képest komoly kontraszttal jelenik meg a ma már elavultnak tűnő stop-motion technikával megvalósított 209-es robot, amely néhány esettől eltekintve csak nem röhelyes hatást kelt. Logikai bukfencek is akadnak, erre jó példa a jól ismert filmes klisé, a főgonosz végső önvallomása, mikor Dick a 4-es direktíva miatt megbénult robotcsarunak mindent elmond a gonosz ármánykodásáról, majd két jelenettel később számon kéri Buddy Karen, hogy miért vallott be mindent Murphynek, hiszen annak számítógépes memóriája mindent rögzít. Sajnos magának a disztopikus Detroitnak a háttértörténete sem ismert igazán. Értjük, hogy a város bűnözéstől szenved, az élménymédia és a kapitalizmus pörgető, társadalom romboló cégek negatív hatása érezhető, de részleteiben ez az elgondolás sincs kifejtve, holott lehetett volna még árnyalni, úgy gondolom. Na elég ebből, hogy Osi Hoska? Adjunk neki, fiúk! Mindent egybevetve a 87-es kiváló filmes év egyik meghatározó darabjáról beszélünk, amellyel az említésre sem méltó folytatásaival ellentétben komolyan számolnunk kell a korszak A filmjei között, és amely profetikus jövő ábrázolásával, kiváló akciójeleneteivel és brutális őszinteségével mai szemmel is minőségi szórakozást nyújt. Dobd el a fegyvert! Nem, te dobd el!